Május 1-én indul a strandszezon. A püspökverányi gyógyfürdő munkatársai a szezonra való felkészülést több hónapja elkezdték. A létesítmény jó eredménnyel zárta a 2013 évi nyári szezont, hiszen a kánikula meghozta a fürdőzők kedvét, illetve számos program és szórakozási lehetőség is várta a vendégeket. Idén is színes programokkal és újfajta szolgáltatásokkal várja a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. A nap és a víz szerelmeseit. Tudtuk meg Varga Lajos ügyvezető igazgatótól. Hát az igazi fürdőszezon, hogyha az időjárás is engedi, akkor május 1-től kezdődik. Most, hogy már áprilisi hónapokban is nagyon jó idők voltak, igyekeztünk és lehetőséget adott az időjárás arra, hogy a kinti munkákkal egy kicsit megpróbáljunk előre haladni. Most a húsvéti hétvégén ki is tudtunk nyitni a két gyógyvizes medencével, a május 1-én pedig megnyitunk a tanmedencével és az úszómedencével, hiszen még akkor nem lesz annyira nagyon nagy forróság, hogy a gyermekmedencébe is bemerjék a csemetéket engedni a szülők. Tekintettel a márciusi kedvező időjárásra, a püspökverányi strandon az elmúlt hónapokban folyamatosan készültek a szezonra. Több szivattyút, hőcserélőt és vegyszer adagoló szelepet is ki kellett cserélni. Ami hátra van már, szinte csak az utolsó simítások, így gyűjtően így tudom összefoglalni. Egyébként nagyon sok munkával telt az utóbbi néhány hét, hiszen mind a gépészetet illetően komolyabb felújításokra volt szükség. Szivattyúkat kellett cserélni, hőcserélő van rendelve, hiszen sajnos, hogy az agresszív gyógyvíz az tönkretett az egyik hőcserélőnket. Ezek mindenképpen a forgatott vizek melegítésébe nagy szerepet játszanak. Vegyszeradagoló szelepet rendeltünk, ezek kerülnek most beépítésre, tehát a gépházon most azért elég komoly munkákat kellett megcsinálni. Ezen kívül a kinti területen mindig el kell végezni azokat a javítási, karbantartási munkákat, ez festések, tatarozási munkák, akkor ugye a lapos tető szigetelés ellátott épületeken azoknak a beállásait kijavítani, akkor a kinti zöld területnek a rendbetétele, pihenőpadoknak a festése, javítása, pihenő kisebb padoknak a deszkájának a cseréjét el kellett végezni, újra festeni szinte majdnem mindent, hiszen a nyár, illetve a tél megeszi ezeket a közszeleti bútorzatokat. A beázásoknak köszönhetően mind a női, mind a férfi zuhanyzó új lambéria burkolatot kapott. Emellett pedig a medencék újrafugázása és a hiányzó vagy sérült csempék pótlása is megtörtént az elmúlt hetekben. Elmúlt évben sikerült úgy kezdeni a szezont, hogy a tanmedencét azt újra tudtuk burkolni. Ehhez kaptunk önkormányzati segítséget, hiszen a bankgarancia terhére lett a munkáknak nagy része elvégezve. Ez azért önerőt is kellett pótolni. Sajnos, hogy a gyermekmedencének, illetve az úszómedencének is nagyon rossz a csempe burkolatának az állapota. Ezekre is majd egy komolyabb felújítás kell mindenféleképpen eszközölni. Ki kellett javítani, ki kellett meszelni több sorra, több rétegbe a meglévő gyógymedencénket, hiszen ezek meszelt falu medencék, de az idő ezeket sem kíméli, hiszen évről évre egyre több javítási munkát kell elvégezni. Itt ennek a vizes blokknak a mennyezete is tiszta saléton volt, és muszáj volt. A tavalyi évben megoldottuk ennek az épületnek a komplett lapos tetőszigetelését saját dolgozóinkkal, most pedig dolgozóink egy ilyen műanyag lambéria burkolással látták el a belső mennyezetet is, ami esztétikus is, és teljesen vízmentes, úgyhogy mindenféleképpen szükség volt erre a felújítása is. Varga Lajos elmondta, az idei szezonban számos kedvezménnyel igyekeznek strandra csábítani a fiatalokat, családokat és a nyugdíjasokat. Így például a jegyárakat nem emelték, valamint igyekeznek minden hónapban családi programokat szervezni a csobbanni vágyóknak.
jegyárainkon nem emeltünk az idejében, próbálunk egyre több programot szervezni. Szeretném minden hónapban egy nagyobb programmal, és hétvégente pedig kisebb, apró programokkal várni a családokat, gyermekeket, pont azért, hogy a szabadidejüket legjobb hangulatban tudják eltölteni, akár egy rajzversennyel, akár egyéb más programokkal kapcsolatban, úgyhogy minden korosztály számára szeretném megtalálni a legmegfelelőbb programokat, a kikapcsolódási lehetőségeket, úgyhogy erre törekszünk, és minél hamarabb szeretnénk összeállítani a rendezvény naptár végleges formáját is. A Tammedence karbantartása mellett párhuzamosan zajlik a strand területén található játszótéri elemek, valamint az összes egyéb kinti pad, napozóágy festése is. Előzetes bejárással ugyanis minden évben felmérik a fürdőben dolgozó szakemberek. Mik azok a munkálatok, melyeket el kell végezni a szezon kezdetére? Itt ezen a külső területen is több négyzetméteren sajnos, hogy fel volt púposodva a csempe. Ezt ki kellett javítani, mert ugye a szezonnak így nem mehettünk neki. Érdekes módon itt a medence melletti csempés területen fordult el ez a probléma. Pontosan abból kifolyólag, hiszen a építéskor, kivitelezéskor nem gondoltak arra, hogy egy dilatációt tegyenek ebbe a nagységfelületbe, és ennek hiányába fordult ez sajnos elő. Ezek a köztéri burkolatok, köztéri bútorzatok, amik itt az elmúlt évben kihelyeztünk, és ugye a lakosság részéről is pozitív volt a visszajelzés, hiszen ugye olyanok, amelyek kicsit színvonalasabbá teszik a kinti környezetet, is lelettek festve megfelelő minőségű festékekre, ugyanúgy, mint a játszótéri elemek. Nagyon fontos, hiszen az időjárás ezeket a fa bútorzatokat sokkal jobban megeszi. Tavasszal a strand terület rendezése, parkosítása is elkezdődik. Az elmúlt hetekben mind a kemping, mind pedig a gyógyfürdő előtti területen elvégezték a szükséges munkálatokat az intézmény szakemberei. Kinti zöld övezetben, kinti zöld területen is a nagyobb fáknak, veszélyes fáknak a gajazását elvégeztük, mind a fürdő területén, mind pedig a fürdő és a kemping bejáratát, illetően a fürdő melletti területet, illetően pontosan azért, mert ezekre némelyik fára megvan a fakivágási engedély, illetve fontos az, hogy ne csak a fürdő belső környezete, hanem a fürdő külső környezete is megfelelő színvonalú legyen. Hát a parkosítás az egy olyan dolog, amely rengeteg pénzt fel tud emészteni, tehát lehetne több millió forintot is a parkosításra költeni. Azért mi megpróbáljuk azt elérni, hogy egy jó hangulatú, jó kis családias környezetbe tudjuk várni a vendégeket. Ugye, mint minden fürdőben nagyon fontos az, hogy legyenek árnyékos helyek, hogy a nap elől legyen hova bújni nekünk is, illetve a gyermekeinknek is, illetve fontos az, hogy olyan füves terület legyen, ahova törőközővel ki tudjunk feküdni a napra is, úgyhogy mindig arra törekszünk, hogy megfelelő medence melletti környezetbe tudjanak a vendégeink pihenni, kikapcsolódni. Erre meg is van az igény, és úgy gondolom, hogy a folyamatos külső környezet ápolásával, amit az elmúlt évek is igazolnak, hogy a vendégeink ugye megjegyzik azt, hogy igenis látják azt, hogy ápolt a környezet, és erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. A strandon az idei évben is 5 szabadtéri medence várja a kikapcsolódni vágyókat. A forgatott vízű tan- és gyermekmedence, az úszó, illetve a 2 gyógyvízes medence. Rossz idő esetén pedig a gyógyfürdő épületében található gyógymedencék várják a vendégeket május 1-től. A fürdő azonban idén egy meglepetéssel is készül a gyermekek számára.
újítással kapcsolatban mindenféleképpen szeretnénk a gyermekmedencébe egy kis meglepetést okozni a gyermekeknek. Ennek a bonyolítása, illetve a megoldás az most jelenleg folyamatban van. Nem szeretnék most egyenlőre titkokat elárulni, pontosan azért, hogy a gyerkőcök számára ez meglepetés legyen. Minden évben volt ez napirenden, de én úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy tovább ezt ne húzzuk, halasszuk. Amennyiben nincsen pályázat, vagy nincsen olyan pénzügyi forrás, akkor ezt megpróbáljuk most önerőből. A strandfürdő kihasználtsága mindig az adott szezon időjárásától függ, mondta el riporterünknek igazgató úr, aki hozzátette, hogy az előző évekhez hasonlóan május 1-én díjtalan belépéssel vehetik igénybe a fürdőzők a strand szolgáltatásait. Sehol máshol nem tud az ember úgy felfrissülni, kikapcsolódni, mint a vízparton, vagy a strandokon, ugye a nagy melegben, úgyhogy bízunk benne, hogy az idei nyár is egy nagyon jó strandszezon lesz, és nagyon sok püspökladányi, illetve nem püspökladányi vendégünk is ki fog látogatni a fürdőbe. Május 1-től szeretettel várjuk a lakosságot. Az előző évekhez hasonlóan május 1-én szintén ingyenes lesz a strandfürdő, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és mindenkinek kellemes nyarat és nagyon jó pihenést kívánunk. A strandfürdő mellett a gyógyfürdőben is történtek karbantartási munkálatok. Mivel ez a részleg egész évben működik, kihasználtsága jelentős, itt folyamatosan zajlanak felújítások. Itt akár a tisztasági meszeléseket is, akár a különböző vizes karbantartási munkákat is, vannak hétvégék is természetesen, vagy vannak olyan üzemidőn túli időpontok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy akkor elvégezzük a javításokat, karbantartásokat. Itt az épületben folyamatos kell ezeket a műszaki karbantartásokat végezni, pontosan azért, hogy megfelelő szinten tudjunk működni. Egyre elterjedtebbek a fürdőkben a különböző wellness szolgáltatások. Ezeknek a lényege, hogy az aktív kikapcsolódás, pihenés és felfrissülés alatt a test és a lélek egyaránt megújuljon. Éppen ezért a meglévő szolgáltatásai mellett idén a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Egy új lehetőséget is kínál a vendégek számára. Mindig teszünk apró lépéseket arra, illetően is, hogy kis wellness szolgáltatással hogyan tudjuk mindig bővíteni a szolgáltatásunkat. Elindítottunk egy wellness szolgáltatást, mely a masszázsa, melyet a masszázsa értek, és itt illóolajos, mindenféle csokoládé masszázsos, aromaterápiás masszázsokat kezdtünk el a tavalyi évben. Az idei évben vásároltunk ilyen lábaköves szettet, és akkor lábaköves masszázsal is tudjuk várni vendégeinket, akik felfrissülni, illetve pihenni vágynak hozzánk. Megújult környezetben is több új szolgáltatással várja a püspökleányi gyógyfürdő a strand, a nap és a víz szerelmeseit a május 1-i hosszú hétvégétől. A strand május 1-től 8 és 19 óra között lesz nyitva, a legforróbb nyári napokon pedig hosszított nyitvatartással üzemel. Megszokott jegyárakkal a helyi felnőtt lakosokat kedvezményes 800 forintos napi jegyárral várják a fürdő dolgozói. A nyár folyamán pedig a tervek szerint több nagyszabású program és számos egyéb családi és sportrendezvény színesíti majd a strand életét.